estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Akik követték az eseményeket, a híreket nézték, azok látták, hogy a túlóra törvénnyel kapcsolatban az ellenzék milyen megmozdulásokat szervezett. Ön hogy látja, mi ennek a túlóra törvénynek a lényege? Amikor én bekerültem a parlamentbe, akkor azt gondoltam, hogy a parlamenti munka az egy nagyon komoly munka. Amikor az ember a parlamentbe megy egy képviselőként, akkor szépen fel kell öltözni, normálisan kell viselkedni, úgy kell viselkedni, hogy az ember azokat a választókat képviseli, akik őt oda küldték. És ezen a napon, ezen amikor szavazásra került a munkatörvénykönyv módosítása, akkor az ellenzéki képviselők olyat tettek, amit én friss képviselőként csodálkoztam, de kérdeztem idősebb kollégákat is, hogy volt-e ilyen, hogy rohangáltak a padsorok között, papírt szórtak, szirénáztak, füttyögtek, mint egy osztályban a rossz gyerekek, amikor a tanár kimegy, rohangáltak, dobálóztak, én csodálkoztam, és képviselőként, de egyébként magyar állampolgárként is csodálkoztam ezen a dolgon, de visszatérve a munkatörvénykönyv módosítására. Egyértelmű, hogy nem igazolódott be az, amit az ellenzék mondott, hogy rabszolgatörvény, hogy valaki dolgoztatni lehet a hozzájárulása nélkül. Hiszen a munkatörvénykönyvben le van írva, hogy csak akkor vállalhat vagy végezhet valaki túlórát, ha írásban megegyezik a munkaadójával. Ha a munkaadója olyan bért kínál neki, olyan lehetőséget, akkor dönthet a dolgozó, hogy elvállalja-e a plusz túlórát. Igazából én azt gondolom, hogy azért kellett módosítani ezt a törvényt, mert rengeteg olyan szakma van, ahol nagyon sok túlóra gyűlik fel. És hivatalosan nem lehetett volna kifizetni, és nem lehetett kifizetni ezeket a túlórákat, vagy lecsúsztatta a munkáltató a dolgozóval, vagy szabadságba adta ki, vagy feketén fizette ki. Ez most hivatalossá válik, és én azt gondolom, hogy ahogy eddig is így volt, senki sem kötelezhető a hozzájárulása nélkül túlórára. És főleg azért nem, mert ahogy már halljuk, munkaerő hiány van. Minden pozitív és negatívumával. A negatívummal az, hogy nem kapunk egy jó szerelőt, ha valami probléma van, de a pozitívum az, hogy a dolgozók, a munkavállalók már válogathatnak a munkahelyek között jobban, mint néhány évvel ezelőtt. Ezen a karcagiaknak nem kell mondani, hogyha felütjük akár az itteni hirdetési újságot, akkor a szuperinfót láthatjuk benne, hogy nagyon sok munkát kínálnak, egyre többet az elmúlt időszakban. És én azt gondolom, hogy ez pozitív itt Karcagon is, amikor tudtuk azt, hogy itt a munkanélküliség legjobban sújtotta ezt a vidéket. Most már azt mondjuk, hogy inkább keresik a jó munkaerőt, most már arra kell törekedni, hogy jól meg is fizessék. Térjünk vissza most a választókörzetünkre, vagy a választókörzetére. Ugye, amióta ön lett az országgyűlési képviselő, számtalan rendezvényen találkozhatunk önnel, próbál mindenhol ugye megjelenni szerte a választókörzetben. Vegyük ketté most, először Karcagról beszéljünk, ugye elindultak a toppos pályázatok, azok ugye még a megyéről indultak útnak. Hogyan látja például a városunk fejlődését? Azért itt is nagyon-nagyon sok minden történt, akár a beruházások évének is nevezhetjük 2018-at városunkban. Én azt gondolom, és úgy is szeretném látni, és szerintem úgy is látszik, hogy Karcaga a nyugalom szigete. A fejlődésnek, annak a megbízható, ütemes fejlődésnek, amit Karcag az elmúlt 20-25 évben mutat, én azt gondolom, hogy mostani folytatás, ez igazából hozzáépült. Hiszen azoknak a munkája, amikor még polgármesterként Fazekas Sándor
elindított, országgyűlési képviselőként még Varga Mihály elindított, azok szépen érnek be, és ezek a beruházások, ezek a fejlesztések egymásra épülnek. Én azt gondolom, hogy Karcag nem csak a Nagykunság fővárosaként, nem csak a gazdasági és a térség vezető településeként, hanem kulturálisan, egészségügyileg is, oktatásilag, igazából a térség élére állt, és ezt a fejlődést folytatni is fogjuk. Ha valaki Karcagon nem volt akár néhány éve, karcagi születés és néhány év kiagyással jön Karcagra, mindig észreveszi azokat a pozitív változásokat, amit nekünk kevésbé tűnik fel. Az új játszóterekkel, megépült és megszépült közintézményekkel, azzal a hangulattal, ami Karcagot befolyásolja, egy stabil, kiszámítható fejlődés. Én azt gondolom, hogy ha ezek a települési operatív programok, a topos fejlesztések befejeződnek, akkor nem csak a játszóterek, a parkok, a kerékpárutak fognak fejlődni, hanem azok a közintézmények is, amik kiszolgálják nem csak a karcagiakat, hanem immár az egész térség lakosságát, mert Karcagnak ezt is fel kell vállalni. Fel kell tudni vállalni, hogy a Nagykunság fővárosaként nem csak a karcagiaké, hanem azoké a településeké is, akik ide járnak egészségügyi ellátásra, ide járnak a diákok tanulni. Én azt gondolom, hogy megfelelően fejlődik Karcag, és ezt a térségi szerepet kitűnően be tudja tölteni. Egy örömhírrel is szolgálhat a kedves televízió nézőknek, ugye amennyire így visszaemlékszem, talán azt mondhatom, hogy évtizedek óta visszatérő kérdés, illetve kérés az a lakosság részéről, hogy mikor lesz már a 4-es felújítva, megépítve itt Karcag környékén. Most megjelent erről egy kormányhatározat. Egészen pontosan ez mit tartalmaz? Így van, a kormányhatározat megjelent, mert mindig tudtuk azt, hogy majd a 4-est fejleszteni fogják, majd a 4-es épülni fog, de mindig csak az elképzelések voltak. Most már pénz van ahhoz rendelve, hogy a karcagi szakasz is megtervezésre kerüljön. Hiszen aki közlekedik a 4-esen Budapest felé, az látja, hogy Szolnokon túl gőzerővel folyik a munkálat. Szinte alig lehet közlekedni, mert hol ez a sáv van lezárva, hol az a sáv. Ebben az évben átadják a Szolnokig azt a részt, ami a 4-es fejlesztése igazából Abonyig, négy sávosítása megtörténik, jövőre át lesz adva a Szolnok elkerülő, Törökszent Miklós nyugatig, és ebben a kormányhatározatban az volt, hogy ebben az évben meg kell kezdeni a Törökszent Miklós Püspök-Talányi szakasz tervezését. Ami már egy komoly előrelépés, mert ha a tervezés megkezdődik, utána megkezdődhetnek a kisajátítások után pedig a munkálatok is. Én már láttam egy belső anyagot, láttam azt, hogy hol fogja a 4-es elkerülni Karcagot. Mindig voltak találkozások. Legutolsó megbeszélése néhány évvel ezelőtt még 4-5 variáció volt. Most a végleges, a déli részre, amikor Bucsa felé megyünk, egy ilyen 5-6 kilométerre Karcagtól fog elmenni a 4-es, a 4-sávos 4-es, és két csomópont lesz Kisújszállás felé, egy és Püspökladány felé. Én azt gondolom, hogy ha ez a szakasz meg fog épülni, akkor Karcag is egy gazdasági fellendülést tud biztosítani, és abból a szempontból is jó lesz, hogy nem Karcagon keresztül, nem közvetlen a város mellett, hanem egy kicsit távolabb, és ez nem fogja zavarni az átmenő forgalom Karcagot, de mégis rá fogunk csatlakozni arra a gazdasági és közúti folyosóra, amire már régen vágyunk. Hogy ez mikor lesz megvalósulva, remélem minél hamarabb, remélem ebbe a ciklusban már az első kapavágások vagy bizonyos szakaszok átadása már meg fog történni. Beszéltünk Karcagról, akkor most beszéljünk a választókörzet többi vagy távolabbi térségéről. Ugye turisztikailag a Tiszató térsége a központja vagy a kiemelt része a választókörzetnek. Ott is lesznek fejlesztések, illetve milyen fejlesztések lesznek, amivel még több turistát ide lehet csalogatni? Hát, igazából azt lehet mondani, hogy ha nem csinálnánk semmit, akkor is az emberek felfedezték a Tiszatavat és Magyarországnak ezt a részét. De a munkák folynak, munkák, fejlesztések folynak, hogyha valaki ide látogat, akkor következő évben is ide látogasson, valaki itt gondolja, hogy eltölti a családjával, vagy az ismerőseivel a szabadidejét, akkor úgy érezze, hogy ide érdemes visszajönni és másnak is ajánlani. A tavalyi évben a Tiszató körüli kerékpáros forgalom megduplázódott.
hiszen egyik legszebb és legjobb kerékpáros turisztikai térsége a Tiszató, de idén decemberben átadásra fog kerülni az a rész, amit már hiányoltunk, Tiszafüred és Poroszló közötti szakasz, kerékpárút szakasz, és akkor úgy lehet körbe kerékpározni a Tiszatavat, hogy nem lesz közúti átmenet, tehát nyugodtan gyerekekkel lehet kerékpározni, mert végig kerékpárúton, közúti kereszteződés nélkül lehet a Tiszatavat körbekerékpározni, és hogyha a tavalyi évben megduplázódott, akkor szerintem megsokszorozódik azok a kerékpáros forgalom, akik ide fognak jönni. De rengeteg horgász jár, rengeteg vízitúrázó jár, a környék termálfürdői, én azt gondolom, hogy szinte maximálisan ki vannak használva. Beregfürdő a megye második legnagyobb turisztikai attrakció, hiszen a második legtöbb vendégészakát Beregfürdőn töltik az emberek. A karcagi strand is egyre távolabb kerül a hírben, hiszen már külföldiek jönnek, hiszen ha látjuk azt a kempingekben tavasszal vagy ősszel Lengyelországtól Hollandiáig, Németországig szinte tele van a kemping. Én azt gondolom, hogy a turisztika is és a turizmus is egy kitörési ágazat lesz itt a térségben, és azt látom, hogy megtörténtek azok a fecskék, amelyek az ipari beruházásokban is történtek. Soha nem leszünk egy ipari jellegű régió, hiszen nem ilyen a történelem, főleg egy mezőgazdasági, élelmiszeripari régió, de már jönnek azok a cégek, azok akár külföldi cégek, Turkevére, az SMR, autóipari alkatrészgyártó cég, akinek évelején átadásra kerül az a üzemcsarnoka, ahol 450 embert fognak foglalkoztatni, Tiszafüreden egy kínai tulajdonú élelmiszeripari beruházás történik, és tehát most már elindultak azok a beruházások, azok a fejlesztések, amit itt a térség kiemelté teszi, és hogyha megindul az első, második, harmadik, akkor keresik azokat a helyeket, hogy Karcagra, Kumbadarasra, Kisújszállásra, a környező településekre, hogy tudnak jönni ezek a beruházások, hiszen nem csak munkahely kell, hanem jó fizető munkahely, és én azt gondolom, hogy ezen az úton jól haladunk és jól állunk. Ez az év mozgalmas lesz, ugye már csak a tekintetben is, hogy két választás is lesz, ugye európai parlamenti választások, illetve ősszel majd a helyhatósági választások, bár annyira még nem menjünk előre. Mi lesz a célja, vagy miért fontos az idén ez az Európa parlamenti választás? Eddig mindig úgy voltunk, hogy az Európa parlamenti választás igazából nem fontos, Brüsszel távol van tőlünk, annyira nem szól bele az életünkben, és igazából nem is tartották a magyar emberek, és nem is nagyon tartottuk fontosnak ezt az európai parlamenti választást. Az idei más lesz, hiszen Európa kereszthúthoz ért. Két csapat, két gondolat, két ideológia csap össze. Azok, akik azt szeretnék, hogy az Európai Unió egy nagy szuperállam legyen brüsszeli irányítással, brüsszeli központba, és ez a csapat azt gondolja, hogy nem csak egy szuperállam kell brüsszeli irányítással, hanem a fogyatkozó európai lakosságot Afrikából és a Közel-Keletről kell felduzzasztani. Ezek az úgynevezett bevándorlás párti erők. Ezek azok az erők, akik azt gondolják, hogy az olcsó munkaerőt úgy kell előállítani, hogyha Afrika szegényebb országaiból, vagy Ázsia szegényebb országaiból tömegesen telepítünk be embereket. Látszik, megvannak az elképzelések, a kötelező kvóta, hogy az ide beáramló nagy tömegeket szétosszuk, mint ahogy vízben, hogy testvériesen, tehát akár Németországba, akár Franciaországba kerülnek a valamennyire képzettebbek, és ide Kelete és Közép-Európába pedig a képzetlen tömegek. Ehhez a magyar kormány, de nem szerencsére nem csak már a magyar kormány, hanem a V4-ek, Szlovákia, Csehország és Lengyelország sem járul hozzá. Tehát ezek az erők csapnak össze, azok az erők, akik egy multikulturális, vegyes társadalmat akarnak, és azok az erők, mint a magyar kormány is képvisel, és a visegrádi négyek is, akik azt szeretnék, hogy maradjanak meg a nemzeti kormányok, maradjon meg az a keresztény hagyomány, és nem a keresztény hagyományon, nem a templomba járást
kell érteni, hanem azt, hogy a keresztény kultúrában a nők tisztelete, a család tisztelete maradjon meg, hiszen mi úgy éltünk és úgy nőttünk fel, és ezt is szeretnénk, hogy a nőknek nem kell az utcán lefátyolozva járni, nem kell félni, nem kell félni attól, hogyha az ember akár este elengedi a fiatalokat szórakozni, nem kell félni attól, hogy valamilyen bűncselekmény éri őket, el lehet engedni a lányokat is, akár szórakozni este, mehetnek az utcán, tehát azt a hagyományt, azt a kultúrát meg akarjuk őrizni, amit 1100 évben itt a Kárpát-medencében a magyarság kialakított. És ezek az erők fognak összecsapni az Európa Parlamenti választáson, és nem mindegy az, hogy hogy szerepel Magyarország, hogy szerepelnek a kormánypártok, hiszen ha jól szerepel a Fidesz, akkor jobban tudja, erősebben tudja az érdekeit képviselni az Európai Parlamentben. Én azt látom, hogy jól áll ez a helyzet, hiszen visszaszorulóban vannak ezek a multikulturális erők, ezek a betelepítési, migráns támogatási erők, hiszen az emberek Európában rájöttek, hogy az agymosásnak ellen kell állni. Hiszen se Olaszországban, se Németországban, se Franciaországban nem jó, ami van, nem jók a terrorcselekmények, nem jó az, hogyha nem lehet kimenni akár sötétedés utcán, nem lehet kimenni a város bizonyos részeire, mert ilyen no-go zónák alakultak ki. Európa nyitogatja, és az európai állampolgárok nyitogatják a szemüket, és azt gondolom, hogy az európai parlamenti választások egy komoly siker lesz, de csak akkor, hogyha az európaiak, akik meg akarják őrizni, és a magyarok, akik meg akarják őrizni a hagyományaikat, összefognak és elmennek szavazni. Tehát hatalmas a tétje, azon fog múlni, hogy milyen lesz Európa, milyen lesz a mi gyermekeink és unokáink jövője. Ja, egy hétnek vagy egy hetének egy bizonyos részét Budapesten tölti, hiszen parlament van, a másik részét természetesen itt a választókörzetben. Hogyan kereshetik, meg milyen módon tarthatják önnel a kapcsolatot a választópolgárok, például fogadóórákat tervez-e? Így van, január második felébe elindulnak a fogadóórák, de a Fidesz irodán vannak kollégák, akik, hogyha keresnek engem, telefonon el tudnak érni, vagy a kollégákkal személyesen tudnak beszélni, elmondják a problémákat. Ha olyan probléma van, amit csak személyesen velem tudnak megbeszélni, amiben csak én tudok segíteni, akkor a kollégák jelzik felém, és akkor én azzal a megkereséssel, azzal a választóval, azzal a lakossal leülök, és személyesen megbeszélem, vagy telefonon ezt a problémát, és amiben tudok, mindenképpen segítek, hiszen az élet minden területéről jönnek kérések, vannak, amikor csak egy szóbeli segítséget kell adni, van, amikor ügyet kell intézni, van, amikor olyan dolgot kell intézni, hogy meg kell gyorsítani egy ügyet, ha egy egészségügyi problémáról van szó. Volt a napokban is ilyen probléma, hogy egy kisgyermek gyógykezelésének a dolgába, hogy haladjon a dolog, egy kicsit gyorsítani kellett a dolgot. Hát nagyon sok megkeresés van, hiszen én itt élek Karcagon, amikor fel kell menni Budapestre, csak akkor vagyok Budapesten, de amikor vége van a parlamentülésnek, hazajövök, és számtalan megkérés van, amikor a gyerekeket visszük iskolába, bevásárolni megyünk, itt vagyunk Karcagon, akkor is megkeresnek, de rendezvényeken is. Én azt gondolom, hogy eddig is megkereshetett mindenki, karcagiak megállíthattak az utcán, ezután is, hogyha van kérésük, felhívhatnak, vagy kollégáimat megkereshetik, és akkor el tudjuk intézni, tudunk segíteni azokon az ügyeken, amik igazából elakadtak. Van, amiket már mi se tudunk megoldani, de mindenképpen, ha segítség kell, akkor állunk rendelkezésükre. Képviselő, köszönjük szépen, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, további jó munkát kívánunk, és sikeres évet, és természetesen visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, és mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok. Köszönjük, viszont kívánjuk. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek.
Köszöntöm nézőnket, Nyiréné Kátai Katalinnal beszélgetünk, mögöttünk javában dolgoznak az óvisok és a kovácsos kézműves szakkör tagjai. Ma van a betekintő foglalkozás, kiket hívtak meg? Az összes óvodát meghívtuk a városba, kettő megtisztelt bennünket, és ezek a gyerekek alkotnak most itt. Mi minden készül? Sok mindennel készültem az idén is. Textil fenyőfát készítenek a gyerekek, ezt hajtogatós módszerrel. Aztán készül mécses asztaldísz, az kartonpapírra ragasztják, illetve készül egy kis Mikulás sapka, ami kézmelegítő. Ebbe rizsszemeket tesznek, és ez melegíthető majd a mikrohullámos sütőben. Még van egy negyedik, az pedig egy karácsonyfa, ami zseniliadrótból készül parafadugó alapra. Itt azért a gyerekeket faggatta előtte, nagyon tudják, hogy mi az advent, sok mindent tudnak a karácsonyról, de azt gondolom, hogy ezzel a kis zsákkal, amiben beleteszik a kis általuk készített ajándékot, biztos, hogy nagy örömmel mennek haza. Én bízom benne, hogy nagy élménnyel távoznak az idén is, hiszen minden évben látogatott a foglalkozás, és bízunk benne, hogy néhány gyereket viszont is látunk szeptemberben. Hát reméljük, hogy így lesz, és az is egy jó dolog, azt gondolom, hogy egy picit betekinthetnek az iskolai életbe. Itt a nagyoktól láttam, hogy volt, aki kérdezgetett is, tehát az iskolásokkal is találkozhatnak már, nem csak a leendő tanítónénikkel. Így van, ez egy kézműves foglalkozás, amiben ők most betekintenek, ami az iskolában sok-sok éve már működik, és ezáltal ők is láthatják, hogy nem csak tanulni lehet az iskolában, hanem egyéb érdekes dolgokat is lehet készíteni. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszöntöm nézőket, Nanyi László Erzsébettől, a kórház főigazgatójával beszélgetünk a gyönyörűen feldíszített fenyőfa előtt. Minden évben tartanak egy közös karácsonyi ünnepséget a dolgozóknak. Ma egy kicsit rendhagyó volt, hiszen ajándékot is kaptak, műsor is volt, közös ének is volt. Igen, nagyon szépen köszönöm, én is köszöntöm a televízió nézőket. Valóban minden évben tartunk intézményi szinten karácsonyi ünnepséget, és hát erre ez a legalkalmasabb terület a fenyőfának a feldíszítésére és a karácsonyfa elővarázslására. A mai ünnepünk azért volt egy kicsit rendhagyó. Mindig jönnek a városi intézményből gyermekek, hol óvodások, hol általános iskolások. Most éppen a Szent Pál Marista általános iskola diákjai, a felkészítő tanárok segítségével előadták a Pásztorjáték című műsorukat. Hát, úgy láttam, hogy a kollégáim és az itt dolgozók és az ünnepségen jelenlévők nagyon nagy meglepetésére és nagyon nagy örömére. Hát nagyon szép műsort láthattunk tőlük. És hát azt már megszoktuk, hogy a Carlton Medicine is mindig fölép, és azért a hétvégén volt egy hatalmas egy koncert, amelyen ők is részt vettek. Igen, hát köszönöm szépen a kérdést. Valóban nagyon örülünk, hogy az intézménynek kórusa van, az intézménynek van labdarúgó csapata is, és ha akarnak, akkor lehet kosárlabda csapata is, mert hogy azért 630 dolgozóból úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját hobbija, és ezek a hobbik általában össze is vágnak. Nekünk nem kell más csinálni, csak összeszervezni, és a kollégákkal együtt élni, dolgozni, tudni, hogy mit szeretnek és mit csinálnak. A Kátai Medizongra visszatérve, valóban a mostani ünnepen is egy nagyon szép, illetve két nagyon szép dalt adtak elő. A múlt héten vasárnap pedig a református templomban léphettek fel a Omega Oratóriummal közösen, és hát ez is egy nagyon nagy élmény volt számukra. Egyébként ezt megelőző héten Szarvason is énekeltek az ókatolikus templomban az Omegával. Azt gondolom, hogy azért fontosak ezek az ünnepek, hogy egy picit mindennapokban megállni, de volt egy ajándék átadás is jelképes ugyan, de mi volt ez? Hát úgy volt jelképes, vagy lehetne mondani, hogy virtuális, mert az egyik jelképes volt, és valóban itt át lett adva az ajándék a gyógytornászoknak, ami szintén a betegellátás szolgálja, és erre jött létre a Kátai Gábor Alapítvány, ami 100%-ban a kórház tulajdonában lévő alapítvány. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években még hatékonyabban működtünk együtt, talán mint az azt megelőző években az alapítvány kuratóriumával és vezetésével, és ennek köszönhetően nagyon sok fejlesztés volt az idei évben is,
Csak egy nagyon fontosat emelnék ki, Semmelweis napkor, ugye a kórház 50. évfordulójára adtuk át a emléktáblát, ami nem csak szépíti az udvarunkat, de nagyon sok olyan korábbi dolgozótnak a nevét és egy-egy főigazgatónak a mellépét is tartalmazza, akikre nagyon büszkék vagyunk és nagyon szívesen emlékezünk, és nyilván vannak köztük olyanok is, akik még jelenleg is az intézmény dolgozói. Ezen túl nagyon fontos, amit az alapítvány most egy újabb vásárlás jelentett be, a elnökasszony 24 darab kortermi ágyat fog megvásárolni az alapítvány az elkövetkezendő 2-3 hétben, és ezt is átadja az intézmény részére, ezeket az ágyakat. Hozzá szeretném tenni, hogy a beadott pályázataink alapján az EFOP-os pályázat az egyik ilyen nagy pályázat a járóbeteg szakrendelőknek a felújítására vonatkozik, és ez nem csak itt a székhelyünkön, hanem Kunhegyesen is a járóbeteg felújítás megvalósul. Ehhez a pályázathoz is biztosít saját forrást részben az alapítvány ilyen hozzá beérkező adományokból, támogatásokból. Tehát nagyon sokat köszönhetünk az alapítványnak, és örülünk, hogy van, és működik, és támogatja az intézményben dolgozók továbbképzését is, netán rekreációját is. Ezt is szeretném elmondani, mert erre az Omega Oratóriumra nem csak a Kátai Medizong énekelt az Omega Oratóriumon, hanem 206 dolgozó kapott az alapítványtól belépőjegyet erre a rendezvényre, aminek szintén nagyon örültek a kollégák. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy a városi intézményei is kapcsolódnak a kórházhoz, hiszen a Karcagi Szakképzési Centrumban, a Varró István Szakiskolában elindult az ápolói képzés, és hát azt gondolom, ez is ösztönözte arra a centrumot, hogy egy jótékony koncertet szervezzen a Dérinében a kórház javára. Igen, ez így van. Igazgató úr megkeresett, és a szakközépiskola igazgatójával együtt egyeztetve kezdtük el szeptembertől az ápolóképzést az új intézményben, és részben ennek is köszönhetően, de bevallom őszintén, hogy Pardi Sándor igazgató úr, mint magánember is több éve támogatja az intézményünk működését, akár alapítványon keresztül, akár tárgyi eszközökkel, és ő kérdezte meg, hogy mire lenne szükségünk, van-e arra lehetőség, hogy az alapítványon keresztül támogassák a kórház további fejlesztését, fejlődését, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Hodos Bálintnéval, a Karcagi Kistérségi Társaság Idősek Otthona vezetőjével beszélgetünk. Mögöttünk már szól a karácsonyi zene, szépen feldíszítették az otthont is. Mi lesz a mai ünnepség? Nagy szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Ma az Öltve úti idősek otthonában ünnepeljük meg a karácsonyi ünnepségünket. Itt 108 ellátott él, holnap pedig a Varró utcán ünnepeljük meg 63 ellátottal. Az most egy kicsit ideiglenes helyszín, hiszen a Horváth Ferenc utcát felújítják, de itt látunk azért készülődést, gondolom, hogy mind a két napon lesznek vendégfellépők. Egész évben nagy szeretettel készülünk a karácsonyra, és minden ünnepségünkön vendégek vesznek részt. Így most a karácsonyi ünnepségünkre is a Madrász Imre Egyesített Óvoda óvodai kórusa, a kórus óvodai kórus segíti, és gyerekek jönnek az óvodából műsort adni. Azt gondolom, hogy akik itt laknak az otthonban, nekik talán a karácsony a legnehezebb ünnep, hiszen van, akinek már nincs is hozzátartozója. Így van, igen, nagyon sok embernek nincs már hozzátartozója, vagy nem tudnak eljönni a hozzátartozók, mert messze vannak, de én úgy gondolom, hogy milyen nagy család vagyunk, és mindenkinek pótoljuk a családját, és a hozzátartozók, amikor pedig tehetik, jönnek. És hát ilyenkor azért egy picikét beszélgetnek velük, gondolom jobban látjuk, hogy már áll a karácsonyfa is, tehát sok-sok kis apró ajándékot is látunk. Ilyenkor az idősek is kapnak önöktől ajándékot? Igen, az idősek otthonától is kapnak ajándékot. Nyilván készülünk az advent mind a négy napjára, különböző dalokkal, énekelekkel, és egy csomagot kapnak tőlünk, és Karcagváros önkormányzat, tehát pedig Dobos László polgármester, itt egy déli gyümölcsöt szoktak kapni az ellátottak, amit szeretnénk megköszönni nekik.
És hát itt ugyan azok vannak, akik fel tudnak kelni, tehát akik ágyban fekszenek, azok inkább rá vannak szorulva a itt dolgozóknak a kis beszélgetésére, de azt hiszem, hogy utána mindenki, hiszen szoktuk látni, hogy feltöltődnek, boldogan mennek föl vissza a szobáikba. Igen, azoknak a lakók, akik fekvőbetegek és nem tudnak lejönni az ünnepségre. Az ünnepség után pedig felszoktunk menni, és közösen adjuk át az ajándékokat, és kívánunk kellemes ünnepeket nekik. Karácsonykor azért egy picit ünnepibb a vacsora és az ebéd. Igen, ünnepibb, mindig igyekszünk odafigyelni arra, hogy a hagyományos karácsonyi menüket az itteni lakók is megkapják, nyilván megkapják a süteményeket is, a beiglit, úgyhogy mindenre igyekszünk odafigyelni, mint hogyha otthon lennének. Azt gondolom, hogy ez nekik már sokuknak tényleg ez az otthonunk. Én azt kívánom, hogy legyen erejük, kitartásuk, hiszen azért, aki dolgozik az idős emberek között, egy picikét lelkileg is jobban megviseli őket, a dolgozókat is ilyenkor a karácsony, azt gondolom. Igen, de nagyon fontos, hogy ezekért az emberekért dolgozunk, és úgy érzem, hogy minden kedves munkatársam segít abban nekünk, hogy nagy szeretettel lássuk el az ellátottjainkat. Önöknek is azt kívánom, hogy a családjai szeretteik körében teljenek békésen, boldogan a karácsony ünnepek, és utána pedig újult erővel jöjjenek vissza, és gondoskodjanak az itt lakókról. Köszönöm szépen a jó kívánságot, én is kellemes karácsony ünnepeket kívánok minden kedves nézőnek, és boldog új évet! Köszöntöm nézőinket, Fülöp Ilonával, a Csokonai Könyvtár vezetőjével beszélgetünk arról, hogy hogyan is várják a két ünnep között az olvasókat. Nyitva lesz a könyvtár? Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Igen, nyitva lesz a könyvtár a két ünnep között is. 9-től 1 óráig várjuk az olvasókat. És mit tanácsol annak, aki esetleg szeretne olvasni, már most jöjjön? Vagy mi lesz az a különleges esetleg olyan könyv, ami akkora fog érkezni, tehát érkeznek-e még karácsonyi ajándékok? Igen, most érkeztek meg az új könyveink, amelyek bevételezés alatt állnak, és a két ünnep közt valószínű, hogy már kölcsönözhetők lesznek. És ezek milyen könyvek? Hát gondolom, hogy azért vannak népszerűek, amit nagyon sokan keresnek, de milyen jellegűek? Igen, vannak népszerű könyvek, ilyenek a szerelmes regények, a krimik, az életrajzi regények, és ezekből is szép számmal tudtunk az idén rendelni. És utána mikor nyitnak ki? Tehát nevesítsük, hogy 31-én például nyitva vannak-e? 31-én nem vagyunk nyitva, de január 2-án már teljes nyitvatartással várunk mindenkit szeretettel. Változnak-e a beiratkozási díjak? Jövőre sem változnak a beiratkozási díjak a könyvtárunkban. 16 év alatt ingyenes a beiratkozás, 16 év felett nappali tagozatos diákoknak diákigazolvánnyal 800 forint, aki levelező tagozaton vagy dolgozik, azoknak 1500 forint a beiratkozás, és a nyugdíjasaink is ingyen iratkozhatnak be a könyvtárba ugyanúgy, ahogy eddig. Reméljük, hogy jövőre is lesznek olyan programok, amelyre minden korosztályt várnak. Hogy állnak ezzel? Készülnek-e már az összeállításra? Igen, most készülünk a jövő évi programjaink összeállításához, így még konkrétumokat nem tudok mondani, de szeretettel várunk minden rendezvényünkre mindenkit. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Köszöntöm nézőinket, Ferenci Sándornéval beszélgetünk, aki kutyakiképzőként és mesterkiképzőként is, és mestertenyésztőként is nagyon jól ismerünk már. A közösség oldalon sok-sok fotót láttunk erről az évről. Milyen sikereket ért el kutyáival? Hát nagyon sok szép eredményt értünk el ebbe az évbe. Sósampion értünk el, ami azért ez egy nagy szó, így karcagi kutyások közt. Közben a kutyaiskolát is üzemeltettem, és ott is a német juhász kutyámmal BH vizsgát. Sikeres BH vizsgát tettünk Miskolcon, úgyhogy szerintem nagyon jól működik a kutyás életem, és meg ugye a kiállításokkal is kapcsolatban. Az országban merre fele jártak, hiszen nagyon sok verseny volt? Hát versenyen most nem nagyon kiállításon voltunk, hát kiállításon nagyon sokszor a budapesti, nagy MEOL kiállításon, Szépvásáradon voltunk, Komáromban voltunk, meg azért így a környező városokban 18 évet nagyon szép eredményekkel zártuk le. Mi a legnagyobb eredmény?
Hát a legnagyobb eredményünk a sósampion, a erdélyi koppó magyar fajta kutyánkkal, és a német juhász fajta kutyánkkal értük el a sósampiont. Ez mit jelent? Tehát mit kell erről tudni? Hát erről azt kell tudni, hogy MEOE kiállításokon is részt kell venni, és ott el kell érni egy cac eredményt, meg a Komáromba is azért mentünk el, mert ugye ezek a nagy eredmények számítanak be hozzá. Legalább 6 ilyen díjnyertes eredmény kell hozzá. Tehát akkor ez megvolt hozzá, és egyébként mennyire tanítható ez a két fajta, hiszen nem nagyon jellemző, hogy ezekkel a kutyákkal versenyeznek? Hát, hogy mondjam, én betanítottam az erdélyi koppót is, levizsgáztattam BH vizsgára, ugorja az akadályokat, a bemutatókat, most már ővel is tudom mutatni, mert szépen ugorja az akadályokat, betanítottam az erdélyi koppót is, mivel hogy magyar fajta kutya. És egyébként mennyi időt kell vele foglalkozni, hiszen azért az ő vérében nem ez van benne, hogy ő most ugorja az akadályokat, tehát mennyire kell többet gyakorolni vele mondjuk, mint a többiekkel? Hát gyakoroltam, mert ugye járok is ki a kutyaiskolába, és hát azért kellett egy, majdnem egy év azért rátelt erre, hogy ő magyar fajta, ugye ő nem erre van kiképezve, ugye voltunk vele vaddisznóhajtáson, ugye ő egy vadászkutya, azért azt tudni kell, hogy nem munkakutya, egy vadászkutya, de én akkor is szóval büszke vagyok magamra, így kell, hogy mondjam, mert azért azt már sokan is ugye sokfele látták, mert a környező városokban azért járunk ügyességi bemutatókra, a rendezvényeken, és azért, hogy egy magyar fajtát is be tudtam tanítani. Azt gondolom, hogy nem véletlen a mester kiképző cím. Hát igen, igen, hát ugye ez is a ugye BH vizsga, IPO vizsgákat készítettem föl a kutyákat, levizsgáztattam. Hát ugye a Dobermanomat, most van egy egyéves kis Doberman, kis fiatal szukám, hát mondjuk őt is nagyon büszke is vagyok rá, mert már 6 hónapos korában elérte a kölyök bajnoki címet. És akkor ővel is jövőre már kezdem a őzővédő meg az ügyességi részt. Karácsony előtt beszélgettünk, és azért karácsonykor sokan ajándékoznak, ugyanúgy húsvétkor nyuszit, de karácsonykor azért szoktak kapni kis kutyusokat is a gyerekek ajándékba. Mit tanácsolna ilyenkor a szülőknek, hogy kinek vegyenek kutyát, miért vigyenek, tehát néhány praktikus tanácsot adjunk? Hát én azt tanácsolnám a szülőknek, hogy hát ami családi kutyának megfelelő, hogy azért továbbra is kell az a kutya a családba, mert ugye megszerető a kisgyerek. Hát én ajánlom a kis testőtől a nagy testőig, a német dogig, mert ugye nekem is van, nekem is az unokák ölelgetik, ez minden a nevelés kérdése. De mondjuk, aki szeretné megtanítani a kutyáját, az mehet önökhöz a Szivárvány utcára? Igen, szívesen fogadjuk, jöhet. Tavasszal megint indítok, ugye új akadályokat szerveztünk, meg kaptunk pályázati pénzt a polgármester úrtól, és vettünk új kis akadályokat, kis búvókat, kis ugrálókat, úgyhogy tavasszal várunk mindenkit szeretettel, de meg is fogjuk majd hirdetni. Térjünk vissza egy picit az unokákra, hiszen azért láttuk már, hogy nagyobb a kutya, mint az unoka, tehát ők tényleg beleszülettek ebbe, és örömmel is csinálják. Igen, hát a Mércsike, Mércsikének van egy kis törpepincsere, ő szokott kijönni vele a kutyaiskolába, és már nagyon boldog, mert már megy a létrán, ugye kúszóba, hát ugye igen, itt születnek, látják, Dorina is már fogja a pórász végét, ölelgeti, Bencus is a nagy német juhászt, hát igen, ők is kijönnek velem a kutyaiskolába, és vezetgetik, szaladgálnak ott az iskolába a kis kutya, a nagy kutyákkal, nem kicsikkel, nagyokkal. Bemutatókon azért van, aki úgy megretten sír a gyerek, tehát hogyan lehet összeszokatni mondjuk a gyerekeket a kutyusokkal? Hát nekem nagyon, hogy mondjam, azért úgy nincsen rossz meglátásom a bemutatókra is, ha elmegyek, mert ugye szólok a szülőknek, hogy ugye ezek a kutyák nem bántanak senkit, mert ezek úgy vannak tanítva, hogy bemutatóra megyünk, és akkor ott nem. Ugye más az őrzővédő, mert ugye most is lovasnapon csináltam őrzővédő, bemutatót is, az más fogalom, mert akkor szólok nekik, és akkor az ugye fogják a kart, de emígy a pici kis pólyás gyerek is rajött, az megsimogassa, meg nyalják a kutyák. Beszéljünk arról, hogy a lányok hogy állnak a kutyákkal, hiszen Andi is saját kutyával rendelkezik, ő milyen eredményeket ért el? Hát ő is, végül is övé a erdélyi koppó, meg hát ugye ő család. Na, akkor a Ferenci család kutyájai, vagy így mondom, mert ugye őnek is van, nekem is van, hát Andikának van a koppója, ugye a magyar fajta, erre vágyott régen is, hogy na szeretne egy ilyet, de mondom, hogy nagyon szép eredményt is értünk el, és ugye, na szóval büszkék is vagyunk rá.
hogy magyar fajta, és meg szép és ügyes kutya. És mondjuk, hogyha eljátszunk a gondolattal, akkor 5 év múlva már mind az 5-en ott állnak, és a unokákkal együtt fognak indulni? Hát én nagyon remélem, és bízok is benne, hogy az unokák is fognak. Hát már mikor tavaly volt Karcagon a Cack kiállítás, meg jövőre is lesz, már ott is indultak a gyerekkutya párba. És nagyon boldogok voltunk, hogy azért elindultak vele, és nyertek is, és nagyon boldogok voltak a gyerekek is. Mi volt az első, hiszen azért már 3 évtizeddel lassan, hogy kutyázik. Mi volt az első olyan élmény, amikor elhatározta, hogy szeretné ezt csinálni? Hát már 40 éve vagyok a Mejói Egyesületi tagja. Egy kuvasszal kezdtünk, és akkor utána 78-as években német dogot, hát utána ugye jöttek a 80-as évekbe, hogy na, Doberman is tetszik, akkor azt is szerettem. Hát meg utána ez a bemutatós része, kiállításokon láttunk, és akkor innen ötlött el nekem ez a, hogy én is megpróbálnám, és azért, hát már szerintem egy 25 éve biztos csinálom ezt a ügyességi részét is, mert már ugye lovasnapon is 15 éve, hogy kijárok. Meg ugye bemutatókra, a környező városokba, még kutyakiállításon, és Tiszafüreden is meghívtak ott, és tartottam kutyaügyességi bemutatót, úgyhogy hát igen, már régen. Szakmailag mi a legnagyobb kihívás, ami mondjuk még nincs meg, és szeretné elérni mondjuk 2019-ben? Hát szeretnék, egy munkaversenyt tűztem ki most magam elébe, hogy jövőre egy ilyen kutyaversenyt, majd az elnök úrral megbeszélem, hogy szeretnék összehozni, így a környező városokból eljönnek, mert én már ugye ilyet is csináltam egy párat, május 1-én is ugye ez saját magam, akkor ugye itt volt a Nagyszentesi Lajosnak az emlékversenye, úgyhogy azt is ugye megszerveztem, megcsináltuk. Hát igen, én nagyon szeretem a munkarészét is. Én azt kívánom akkor, hogy a jövő év is legyen hasonlóan sikeres, mint az idei, és hát az, hogy az unokái pedig ugyanúgy szeressék a kutyákat, mint eddig. Hát nagyon szépen köszönöm. Igyekszünk, hogy úgy legyen. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai vendége Teleki Zoltán, Karcagváros rendőrkapitánya. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Kapitány úr, beszéljünk most először arról, hogy ugye nem régen értek véget a karácsonyi ünnepek. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek ez alatt az idő alatt? Ugye karácsony előtt mindig van felhívás, hogy vigyázzunk értékeinkre, vigyázzunk pénzünkre, táskánkra. Történt-e valami rendkívüli esemény ebben az időszakban? Az évvégi ünnepekkel kapcsolatosan a tavalyi esztendőben is intézkedési tervet adtunk ki, illetve folyamatosan felhívásokat tettünk közzé minden fórumon. Hál' Istennek azt lehet elmondani, hogy nyugodtan teltek az ünnepek, mind a karácsony, mind a szilveszter. Különösebb esemény nem történt az illetékességi területünkön. Baleseteink voltak sajnos a csúszós utak miatt, de nagyobb holderejű bűncselekményre ebben az időszakban nem került sor. Ugye ebben az időszakban a televízióban, a híradásokban, akik nyomon követték, láthatták, hogy nagyon sok, vagy hát legalábbis több petárda baleset történt itt Karcagon. Mi volt a helyzet? Volt-e például olyan, hogy petárdákat foglaltak le? A mi tudomásunkra nem jutott baleset, petárda baleset. A rendőrség petárdát nem foglalta, ilyen ügyben nem indítottunk eljárást. Természetesen hallottunk mi is dúroktatásokat, nem csak abban az időszakban, amikor erre a jogszabály lehetőséget biztosít, de tetten nem tudtunk élni senkit, ilyen ügyben nem indult eljárás. Ugye itt karácsony időszakában nem üzemelt karácsonyi falu, nem voltak nagy vásárok, de azért ugye nagyon sokan voltak az utcán, mindenki ment vásárolni. Önök hogy oldották ezt meg? Több rendőr volt az utcákon? December hónapban, egész hónapban megerősített szolgálat volt. Fokozott migrációs jogcímen még túlóra elrendelésre volt lehetőség, és szinte minden szolgálati ágat bevontunk az évvégi ünnepek kapcsán a biztosítási feladatokba, és jóval több rendőr volt az utcán, mint az megszokott. Beszéljünk most a 2018-as évről. Ugye még nincsen kész a beszámolója, vagy a beszámolójuk, de gondolom, hogy már azért a statisztika nagyjából összeállt. Mit lehet tudnunk, milyen volt a tavalyi év itt a
Beszéljünk arról, hogy az illetékességi területükön, utána pedig arról, hogy Karcagon milyen volt. Hát azt lehet elmondani, hogy tovább folytatódott az a pozitív tendencia, ami már 6 éve jellemzi a kapitányságot. A regisztrált bűncselekmények száma, illetve a regisztrált jogsértések száma az tovább csökkent. Minden településünkön csökkent a jogsértések száma jelentős mennyiségben. A tulajdon elleni szabálysértések, illetve az elzárásra sújtható szabálysértések számában is csökkenés következett be, úgyhogy a pozitív tendencia az folytatódik, és most az év elején is ugyanez látszik. Mindenképp meg kell említeni, hogy a készenléti rendőrség megerősítő ereje is folyamatosan vezénylésre kerül a területünkre. Általában heti 3 nap az, amikor jön a készenléti rendőrség. És nekik milyen feladataik vannak? Ők a kiemelten veszélyeztetettebb településeinken látnak el szolgálatot, Kenderes, Tiszabura és Tiszabő, de természetesen Karcagon is jelen vannak, hiszen itt történik az eligazításuk és a beszámoltatásuk, és volt olyan épp az ünnepek előtt, amikor egy épp a készenléti rendőrség segítségével lett a Belsiny úton elfogva egy engedély nélkül eltiltás hatály alatt álló vezető személy, akit őrizetbe is vettünk, tehát hogyha olyan bejelentés van, akkor még nagyobb rendőri erőt tudunk mozgósítani. A illetékességi területükön, vagy területünkön mely bűncselekmény volt a, hát ha úgy fogalmazhatok, akkor a legnépszerűbb, tehát miből követtek el a legtöbbet? Továbbra illetve is a Karcagon. Vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyek a döntő többségét adják a jogsértéseknek. Az összbűncselekmény számnak a 45%-át teszik ki a vagyon elleni bűncselekmények. Ez egyébként ebben is egy javulás van. Tehát ezelőtt egy 4-5 évvel olyan 55-60% volt a vagyon elleni bűncselekmények aránya, ez csökkent az összbűncselekményeken belül. Jelentősen nőtt a zaklatás miatti feljelentések száma. Ha már valaki telefonon fölhívnak valami ismerős, és vagy éppen családon belül, és összevesznek, akkor már egyből a rendőrséghez szalad és följelenti. Sok esetben, ilyen esetben nem tudunk bűncselekmény megállapítani, és a feljelentést elutasítjuk, de az eljárás minden esetben megindítjuk. Mi a helyzet az idősek ellen, vagy az idősek sérelmére elkövetett csalásokkal? Ugye ez ügyben is számtalanszor felhívást intéznek a lakosság felé, hogy ne engedjenek be az idősek olyan személyeket, akik pénzt akarnak váltani, vagy fát akarnak eladni. E tekintetben nőtte a bűncselekmények száma, vagy csökkent? Tehát hogyan értékeli, mennyire volt hatása az önök felhívásának? Én úgy gondolom, hogy ezt mindig újból és újból ismételni kell, és minden fórumon a kollégáim megteszik azt a szükséges felhívást, hogy legyenek kellően bizalmatlanok az idegenekkel. Sajnos az év végén egy ilyen esemény tudomásunkra jutott az illetékességi területen, amikor fát rendelt az idős sértett, és miután elmentek, akkor gyanította, hogy ez a fa kevesebb, és valóban kevesebb fa került részére kiszállításra, mint amit rendelt. És ugye ilyenkor ezt nagyon nehéz bizonyítani, természetesen a büntetőeljárás megindítottuk benne, úgyhogy én továbbra is felhívnám a figyelmet, hogy favásárlás esetén győződjünk meg, az biztonságos helyről rendeljük, győződjünk meg, hogy valóban azt a mennyiséget kapjuk, és azt a típusú fát, amit rendelt a vásárló, illetve mindenképpen a közüzemi szolgáltatóknak a díjbeszedőivel legyünk kellően bizalmatlanok. Ha nem az a díjbeszedő jön, és ismeretlen a személy, akkor legyünk bizalmatlanok, hívjuk a rendőrséget, hogyha kell, és hogyha természetesen tényleg csak egy csere van, és nem egy csaló áll előttünk, akkor ő meg fogja várni a rendőrök kiérkezését, tudják igazoltatni, figyeljünk egymásra, ha gyanús árusokat látunk, akkor is tegyünk bejelentést. November végén, december elején volt egy csalásunk, ami aztán rablássá fajult. Egy paplan árusítás ürügyén idegenek Karcagon egy idős személyhez kopogtattak be, és aztán az udvaron a pénztárcáját elvették. Ebben az elkövetőt beazonosítottuk, jelenleg körözés van erre elrendelve, egy nem magyar állampolgárságú, román állampolgárságú személy. Köszönhető a városban üzemelő térfigyelő kameráknak is. Nagyon nagy segítséget jelent a számunkra ez a
térfigyelő kamerarendszer Karcagon is és minden településen, és ennek a további bővítése indokolt. Ugye azt általában el szoktam mondani az interjúk során, hogy az egyik legfontosabb feladat az, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete nőjön. Hogyan látja, vagy mik a statisztikai adatok Karcag, az illetékességi területen milyen helyet foglal el a statisztikában? Tehát mennyire biztonságos ez a település? Statisztikai számokat nyilván nem mondunk, de én úgy gondolom, hogy jelenleg a rendőrkapitányság illetékesség területén lévő valamennyi település biztonságos, és mindenképpen megemlíteném azt a feladatot, amit a kollégáim az elmúlt évben nagy lelkiismerettel hajtottak végre, hiszen egészen a nyár közepéig folyamatosan adtunk szolgálatot a határa Bács-Kiskun és Csongrád megye megerősítésére az illegális migrációval szembeni jogsértések megelőzése érdekében, és úgy gondolom, hogy ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország egész Európában, hiszen azok az intézkedések, amik bevezetésre kerültek, hogy ezek a menekültek, gazdasági menekültek ne árasszák el Magyarországot, azok megfelelőek voltak és hatékonyak, és jelenleg nem küzd sem az ország, sem a karcagi rendőrkapitányság azokkal a problémákkal, amikkel naponta szembesülhetünk Nyugat-Európában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden településünk élhető és biztonságos település. Az elmúlt időszakban ugye többször volt nálunk például a tavalyi évben is interjún, meg is szoktam kérdezni, mindig be is számol különböző drogfogásokról vagy elfogásokról. Hogyan látja, milyen a városban a droghelyzet? Én úgy gondolom, hogy amíg kereslet van, addig kínálat is lesz mindig. Az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tettünk, nem a fogyasztók, hanem a kereskedelemmel foglalkozó személyek eljárás alá vonására. Ezek éreztetik is a hatásukat, de nem lehet azt mondani, hogy a városban már nincs jelen a kábítószer. Egyébként az enyhébb típusú drogok, illetve az új pszichoaktív anyagok azok, amik jelen vannak, döntő többségében új pszichoaktív anyagok, de találunk olyat is, ami még az új pszichoaktív anyag listán sincs rajta. Rendszeresen végzünk szórakozóhely ellenőrzéseket. November végén is volt egy olyan fogásunk az egyik szórakozóhelyen, ahol nem helyi személyek voltak jelen, és tudtunk náluk kábítószer gyanús anyagot, hiszen az, hogy kábítószer vagy nem, azt csak a szakértői vizsgálat lezártát követően lehet kijelenteni. Legtöbbször fogyasztókkal szemben indítunk büntetőeljárást, természetesen lehetőség van az úgynevezett elterelésre, tehát a büntetőeljárás befejezésekor, amennyiben vállalja a gyógyító kezelést az ilyen személy, akkor az ügyészség nem emel vele szemben vádat, hanem 6 hónapra elhalasztja a vádemelést, és ez alatt, ha a gyógyító megelőző kezelésen részt vesz, és azt igazolja, akkor vele szemben meg kell szüntetni az eljárást. Sajnos bódult vezetőt is fogtunk, olyan szemét, aki kábítószer vagy kábítóhatású anyagot fogyasztott. Ilyen esetben is minden esetben orvosszakértőt kell kirendelnünk, hogy a vezetésre hátrányosan volt-e befolyásolva a gépjármű vezető, hiszen az nem biztos még, hogy befolyásolja a vezetés, hogy fogyasztott kábítószert, attól függ, hogy mikor történt ennek a fogyasztása. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebben a bűncselekményi kategóriában is a leghatékonyabban dolgozzanak. Én azt gondolom, hogy teljesen visszaszorítani ezt mindaddig, amíg kereslet van, nem lehet sehol. Ez egy országos össztársadalmi probléma, ebben nem csak a rendőrségnek van feladata, hanem a családoknak, a megfelelő felvilágosítással, az iskoláknak, és persze mellett a rendőrségnek is. Mit tehet, vagy mit kell tennie annak a személynek, aki mondjuk, vagy akinek a tudomására jut, hogy szomszédja, ismerőse, ismerettségi körébe tartozó személy mondjuk drogárusítással foglalkozik, akkor mi az eljárás ilyenkor, mit kell tennie annak a lakosnak? Én mindenkit kérek, hogy bátran forduljon a rendőrséghez, és tegyen feljelentést, jöjjön be, jelezze részünkre, hiszen ez egy olyan jellegű bűncselekmény, ahol senkinek nem érdeke, hogy ez felfedésre kerül. Magának a
árusító személynek sem, de a fogyasztónak sem, hiszen ő onnan vásárolja azt a kábítószert vagy bódítószert, amire neki szüksége van, és ő neki nem érdekel, hogy feladja az árusító szemét, hiszen következőleg is oda fog menni, és ennek a bizonyítása is pont emiatt elég nehéz. Iskola rendőre program folytatódik-e az idén? Továbbra is folyik az iskola rendőre program, minden iskolában jelen vannak az iskola rendőreink, ezen felül az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó is folytatja a munkáját, 3 középiskolával rendelkezünk együttműködési megállapodással, Kisújszállás, Karcag és Kunhegyesen. Ezen felül a tavaly évben minden általános iskolát beütemeztünk, volt, hogy több alkalommal is, ahol a pedagógusok kérésére, a tantestület kérésére megfelelő prevenciós előadást biztosította az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó. Legtöbbször droghelyzet, iskolai erőszak vonatkozásában, családon belül erőszak témakörben tartottunk előadást. Hamarosan költözik a rendőrkapitányság, legalábbis belátható időn belül. Ugye építkezés zajlik az orvosi rendelővel szemben. Hogy áll az építkezés, mit lehet tudnunk a beruházásról? Én mindenkinek megköszönöm a támogatását és a segítségét, hiszen most már valamikor elkészül ez az új kapitányság, az már látható. Az, hogy mikorra ígérik, mindig vannak ilyen időpontok, de pontosan én sem tudom. Biztos, hogy az átadásról értesítve lesz a televízió is, és a társszerveink is. Várjuk már ezt az új épület birtokba vételét. Úgy gondolom, hogy 21. századi méltó körülmények között lesznek a kollégáim, és úgy fogják tudni végezni a munkájukat, de egyéb dolgot nem tudok ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nekem még lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye most vannak hát gyakorlatilag a Városháza egy részében. Ez az épület ugye sokkal nagyobb. Lesz-e valami átszervezés a rendőrségen? Ugye azt tudjuk, hogy van kihelyezett részleg, ha így lehet mondani, vagy intézményi szerv mondjuk Kisújszálláson, tehát lesz-e valami átszervezés, költözik-e ide még ebbe a szép új épületbe majd valamilyen szervezeti egységük? Maga az épület funkcionálisan úgy lett megtervezve, hogy minden szervezeti egységnek, ami a székhely szerint a rendőrkapitánysághoz tartozik, annak legyen helye. Sajnos miután nagy kapitányság lettünk, az igazgatásrendészeti osztály, a szabásértési hatóság Kisújszállásra kellett, hogy kiköltözön, mert nem fértünk el, és egyéb olyan irodáink sincsenek meg jelenleg ebben az épületben, ami szükséges lenne. Az új épület erre biztosít már lehetőséget. Ebben az épületben már van előállító helységünk, megfelelő technikai laborunk, kondicionáló helység a kollégáknak, megfelelő női és férfi öltöző zuhanyzókkal, megfelelő méretű irattár, hiszen jelenleg az önkormányzat pincéjében vannak az irataink tárolva, minden szinten található konyha, ebben az épületben jelenleg konyha sincs, tehát ha a kollégáim étkezni akarnak, akkor az irodában, ahol dolgoznak, vagy ott étkeznek, vagy pedig nyilván kimennek valamilyen étterembe, de éjszaka ez nem kivitelezhető, és úgy gondolom, hogy minden irodára szükség van, ami ebben az épületben van, ez úgy lett megtervezve, és ez tökéletesen ki fogja elégíteni az igényeket, és az igazgatás rendészeti osztály vissza fog költözni Kisújszállásról, mihelyest birtokba tudjuk venni az épületet, ide Karcagra is újból itt lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Én is köszönöm szépen, és mindenkinek nyugodt, békés évet kívánok. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk bátran, vagy hívjanak bennünket a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Viszontlátásra!